18 év után távozott a Pannon Egyetem éléről, hogy tekint vissza erre az időszakra? Hát rendkívül tanulságos, és hát azt hiszem, hogy nagyon nagy szeretettel így összességében, hiszen nagyon sok mindent köszönhetek Nagykanizsának, és nagyon sok mindent köszönhetek a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszának, és magának az egyetemnek is, tehát a Pannon Egyetemnek is, hiszen 18 év alatt az ember rendkívül sok dolgot magára tapaszt, hogyha kellő mértékben elszánt, és kellő mértékben figyeli azt, hogy mi történik körülötte. És nekem az a 18 év tényleg erről szólt, hogy a semmiből valamit létrehozni, ez egy klasszikus, hát amikor az ember kezével is valamit alkot, vagy a fejével valamit alkot, egy könyvet, vagy mondjuk az első szőlő ültetvény termőre fordul, és akkor az ember kisajtója belőle a mustot, nagyjából ez a fajta érzés. Tehát az alkotás öröme az végigkísérte a 18 évet. Nyilván nem szeretném azt itt most mondani, hogy minden pillanat mindenkor gyönyörű volt, mert ez így nem igaz, hiszen sok minden nehézségen kellett átvergődnünk közösen a közösséggel, de azt hiszem, hogy a végeredmény az gyönyörű. És a végeredmény az valami olyasmiről szól, hogy a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampusz a 19. tanévét is megkezdte és működik, és elegendő hallgatóval és sok okos kollégával, és egyre szélesebb társadalmi kapcsolat és gazdasági kapcsolatrendszerrel. Ha így nézem, amit történetünket, akkor ez egy szuper szép sikertörténet. Egyébként azt gondolom, hogy az az út, amin járunk, az jól ki van kövezve, a következő időszaknak a nemzetközi nyitásról kell, hogy szóljon, de ahogy hallom, igazgatóasszonyt és a csapattagjait, mindenki elkötelezett abban a dologban, hogy Nagykanizsa felkerüljön a nemzetközi oktatási és kutatási térképre is, ami szerintem ahhoz képest, hogy 18 évvel ezelőtt mit szerettünk volna elérni, ugye az ott az alapcélunk, hogy legyen felsőoktatás Nagykanizsán, ez azért már egy jóval túlmutató ügy. Úgyhogy ilyen értelemben a 18 év örömteli volt és nagyon tanulságos. Ha ki lehetne emelni egy momentumot, mi az, ami a legkedvesebb a szívének? 2000. szeptember, azt hiszem, hogy 19-e az első tanévnyitó ünnepségünk. Ugye az volt egy ilyen mérföldkő, hiszen az a dedikálás pillanata. És ezt azért emelem ki, mert előtte két éve, mi már 98-tól 2000-ig mindenféle verzióban gondolkoztunk és dolgoztunk azon, megint csak egy nagyon lelkes csapat itt Nagykanizsán, hogy hogyan lehetne felsőoktatásnak az alapjait, tehát a csirehet egyáltalán ennek a jogát megszerezni. És aztán, amikor az akkori felsőoktatásért felelős államtitkár Kis Ádám professzor úr megjelent, és az első tanévnyitónkon megszólalt, az szerintem az volt a legszebb ünnepi pillanat az életemben, mert ugye az valaminek a biztos és már jogértelembe vett kezdetét jelentette. És egyébként amilyen szerencsénk volt abban a tanévben, 42 hallgatóval kezdtük meg az egyetemi létet Nagykanizsán, és a 42 hallgató 17 megyéből érkezett. Tehát úgy sikerült fellépnünk a felsőoktatási piacra pici szereplőként, tehát nem akarok nagyképű lenni, hogy mindjárt megszólítottuk az egész országot. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon bensőséges és örömteli pillanat volt. Milyen új feladatok várnak most önre? Hát ugye nagyon szép megbízatást kaptam miniszterelnök úrtól, illetve Palkovics László professzor úrtól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjétől. Ez a nagyon szép feladat, ez a Nemzeti Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Hivatalnak az elnöki feladata. Nagyon sok dologba kezdtünk bele az elmúlt hónapokban. Nyilván a legfontosabb az, hogy az innovációs ökoszisztémát, az innovációs rendszert, azt még jobban fel kell rázni Magyarországon, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy sok olyan vállalat legyen Magyarországon, aki hisz a jövőjében, és nem fél a változástól, mert valami ilyesmit jelent az innováció. Most ez olyan egyszerűnek tűnik így kimondva, de azért, ha végig gondoljuk, hogy ez hányféle szereplőnek az összehangolt viselkedéséről és az összehangolt fejlesztéséről szól, akkor mindjárt megérte az ember, hogy azért ez egy viszonylag nagy feladat így összességében. Szerencsére nem vagyunk egyedül, hiszen Magyarországon megszületett az Innovációs Minisztérium, ilyen nagyon magas rangú és nagyon erős kormányzati szereplője az innováció témájának soha nem volt. Most egy ilyen óriás hajóval együtt utazni tulajdonképpen egy hivatalnak, az egy nagyszerű történet, és nyilván ennek megfelelően jó nagyok a vállalások, hiszen ilyen feltételrendszere ennek a dolognak az elmúlt időszakban Magyarországon nem volt. Most itt egy picit lebontsam az a hétköznapokra. Valami olyasmit jelent, hogy a vállalkozások sokféle változatát, a legkisebbektől, a startupoktól egészen nagy vállalatig
még jobban kell motiválni arra, hogy az innovációban gondolkodjon, különösen a magyar tulajdonú kis és középvállalkozások azok, akikkel foglalkozni kell. Az egyetemeket is támogatni kell, hogy minél jobban legyenek ennek az új innovációs rendszernek egy nagyon fontos szereplői. Én az egyetemről érkezve látom, hogy az egyetemeknek megvan az alaptudása ehhez a dologhoz. De mindig, tehát végülis a végső cél az, hogy az egész társadalmi szemléletet, a társadalmi szemléletet alakítsuk át egy olyan szemléletté, hogy nem szabad félni a jövőtől és a változástól. Tehát a társadalmi közegnek is olyannak kell lenni, aki szereti a változást, és szereti az innovációt, és elfogadja ennek a szükségességét a jelenkorban. És ugye nyakunkban a technológiai forradalom, tehát ezt ne szépítsük. Ez azért mindenki érzi, hogy ez a termeléstől kezdve a családi gondolkodásmódig mindenre hatással van. Tehát, hogy hogyan beszélgetünk ma egymással egy szűk mikrorégióban, vagy mikrokörnyezetben a családon belül, már az is mutatja, hogy micsoda változások zajlanak mindenféle térben. Úgyhogy ilyen értelemben azért az innovációval való foglalkozás az egy gazdasági, társadalmi, technológiai, logikai, kapcsolatrendszeri, gazdaságon belüli vállalati struktúrájú, egyetemi, tudásfelhalmozási feladat, úgyhogy, vagy tudástermelési feladat is egyben, úgyhogy elég, hogy is mondjam, nagy csomag ez így összességében, ezért is mondom, hogy a jövő az gyakorlatilag sok tennivalóról szól.